azt látom, hogy a Dunaszerdahelyi versenyző elindult, közelít az eddig második helyen galoppozó Izsaira. Jönnek az utolsó méterek, nézzük, mit az a végküzdelem, nézzük, mit az a végküzdelem, és itt egészen biztosan célfotóra lesz szükség. Ezek a felvételek a tavalyi első felvidéki vágtán készültek. Izgalmas futamok és látványos kísérőprogramok jellemezték a rendezvényt. Dunaszerdahely és az elővágta első két helyezett településének lovasa Budapesten a Nemzeti Vágtán is nyeregbe szállhatott és képviselhette felvidéket. A szervezők idén is nagyszabású rendezvényt terveznek, már várják a lovasok jelentkezését. Újra letölthető a nevezési lap a felvidékivágta.sk oldalán. Nagyon-nagyon várjuk a lovasok jelentkezését, reméljük, és nagyon nagy bizadalmunk van abban, hogy idén sokkal többen lesznek a jelentkezők, mint tavaly voltak. Tavaly szerintünk egy sikeres versenyt zártunk, hál' Istennek balesetmentes volt a rendezvény, ezáltal a jó hírünk reméljük, hogy messzebbre repítette a rendezvényt, mint ameddig idáig eljutott. A jelentkezésben várhatóan ezen az éven semmi nem fog változni, tehát ugyanazok a feltételek vannak idén is, amilyen tavaly volt. Nevezési díj nem változott. A látványos lovasversenyen 2016-ban is érdekes kísérő és kulturális programok szórakoztatják majd a látogatókat. A rendezvényen az érdeklődők megismerkedhetnek a lovas hagyományokkal, és a látogatóknak idén is helyi kézműves sportékákat kínálnak. Az egész felvidékről várjuk a kézművesek jelentkezését, az iparművészek jelentkezését, sőt felhívnám a figyelmet arra, hogy még nyitott annak a kézművesnek, keramikusnak a kiléte, aki majd az idén a díjakat elő fogja állítani nekünk, úgyhogy várjuk a kézművesek jelentkezését, hogy a felvidéki vágta győztesének és első-második helyezetének a kupáját elkészítse. A szervezők áprilisban találkozóra hívják a lótulajdonosokat és lovasokat, hogy a verseny feltételeiről és további részleteiről tájékoztassák őket.